tudtunk betartani. És hogyha fel vannak háborodva a hely szűke miatt, nyugodtan lehet a polgármesterhez fordulni, aki kiebb udalt minket a Királykútról. Egyébként ott sem férnénk el. Nyugodtan haragudjanak a polgármesterre. Ettől függetlenül, mert még azt sem merte megmondani, hogy miért nem szerződhet velünk a Felsővárosi és Öreghegyi Műfáz igazgatója, holott személyes kapcsolatban vagyunk, de nem merte megmondani nekünk, tehát egy ilyen polgármesteren el lehet gondolkozni, bármekkora hatalmas nagy párt, vagy hatalmas főnöke van, akit úgy hívnak, hogy miniszterelnök, akkor sem biztos, hogy ez kell a városnak, tehát gondolkozzanak egy kicsit, és megkérek mindenkit, hogy mostantól kezdve kapcsolja ki ezt is, hogy más ne veszéljen bele abban, amiért összejöttünk, illetve csukja be ezt itt. Én is ezt fogom tenni, ahogy befejeztem. Szeretettel köszöntök mindenkit a Fejér Szövetség nevében, 8 társadalmi szervezet szövetségében működő Fejér Szövetségről beszéltem, akik nem indulnak a választások. A 208. hétvezérestét. Nem azért nem indulnak a választáson a fejérek, mert hogy nem nyerhetnének. Azért nem indulnak a választáson, mert úgy gondolják, hogy nem 4 évente kell nyerni, aztán pedig a szavazóktól függetlenedni, hanem egész életünkben azért születünk erre a földre, hogy minden nap politizáljunk, éljünk közéletet. És hogy ez megragadjon, és nagyon remélem, hogy sokakban meg fog ragadni, amit most üzenetként kapnak is, Grandpierre Attilától is, az őstörténetünktől a jövőnkig húzódó jelenünkkel. Meg is kérdezem, hogy ki az, aki ma van először hétvezérestén? Óriás! Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltek minket. Marika. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltek minket, de jegyezzék meg, ha kedd, akkor hétvezérestén. Minden héten van kedd, akkor minden héten van hétvezérestén. Honlap. És körülbelül ugyanilyen előadások vannak. Múlt héten a földdel foglalkoztunk, most a történelemmel, a jövő héten mással fogunk foglalkozni, de mindig olyan történetről beszélnek az előadóink, amik élesen érintenek minket. Mi nem érint jobban minket, mint maga az, hogy honnan jöttünk, és hova tartunk, mint magyar nemzet. Úgyhogy tegyék szokássá, hogy eljárnak a hétvezér estékre. Amit el kell mondanom, az az, hogy egy héttel ezelőtt volt a Fejér Szövetség alapító közössége 5 éves. 2009. február 11-én a Szent István Művelődés házban körülbelül 500 ember írt alá egy papírost, hogy ő tenni akar a magyar nemzet érdekében. Aztán abból maradtak körülbelül 20-an, akik elkezdték építeni azt a történetet, ami ma úgy neveztetik, hogy Fejérek Szövetsége, amelyik testvéri szövetségben működik a Magyarok Világszövetségével, mint az egyetlen olyan szervezettel, amely még a jogfolytonosság szellemében, azaz 1938-ban alakult meg. Az összes többi szervezet, amit ma önök ismernek, nem mondhatja ezt a történetiséget már magáról. Gyökerei már nem a jogfolytonosságból születtek, hanem gyökértelen. Ezen is el lehet gondolkozni, tehát mi most elhatároztuk, hogy építjük a Magyarok Világszövetségét itt a megyében. Aki érdeklődik, nyugodtan iratkozzék fel, itt van egy feliratkozó papír, Fejér Szövetség fejléccel alatta az én nevemmel, hogy jót állok, illetve Sajó Mária nevével, hogy jót állok, hogy harmadik személy kezébe az önök adata, amit ide írnak, nem kerül ki. Ez azt jelenti, hogy hírlevélre feliratkozhatnak, és megkapják a híreinket, ami hetente körülbelül 2 levelet jelent, és akkor megtudják, hogy mit jelent a Magyarok Világszövetsége és a Fejér Szövetség. Egyébként csak olyan híreket hallatnak, amit mondjuk mondana rólunk a polgármester, és akkor gondolhatják, hogy az milyen hír lenne, miközben mi nem indulunk a választáson vele szemben. Tehát nem választásokat kívánok megnyerni. Ez az egyik, amit el akartam mondani, de egy érdekes meglepetés ért engem ma, ugyanis ez a hétvezér este
mi se gondoltuk akkor, amikor megalapítottuk. Június 16-án indult el, majdnem 5 éve, tehát 4,5 éve, egy sörkertben, a Hétvezér sörkertben, a Huba utca 7-ben, és este 7 órakor kezdődött természetesen. És ez június 16-a volt. Ki az, aki tudja, hogy mi az a június 16-a? Mert mi akkor nem azért tartottuk június 16-án, mert tudtuk, hogy mi az a június 16-a, nem törődtünk vele, de aztán tudatosodott bennünk, hogy hát ez egy történelmi jelentőségi dátum. Nem tudom, ki tudja, hogy június 16-án magyarok számára... Hogy? Nem? Nem akkor volt az újra temetés a Megfogott, mert nem tudom pontosan, de lehet. Lehet, hogy éppen június 16, de nem ettől, ők is már azért választották. Na ki tudja? Nincs senki? Helyes szövetségből sincs senki, aki tudja, hogy június 16-án mi történt? A Rákóczi szabadságharc kitörésének napja. Június 16-a. Tehát szabadságharcot folytatnak önök is, ha akarják, ha nem. Velünk együtt, a születésünk ebben fonódik össze. De ami meglepetés ért engem ma, hogy valamiért kellett a lakcímkártyám meg a személyigazolványom, és képzeljék el, hogy mi van ráírva, mikor állították ki, és mikor jár le. Június 16-án én se tudtam, ma tudtam meg, mert ezt kellett beírni arra az időre. Tehát még egyszer, és most már én is befogom a lepénylesőmet, aki még nem halkította le, az halkítsa le, én is most fogom megtenni, és szeretve köszöntöm negyedszer körünkben Grandpierre Attilát, kolozsvári Grandpierre rendvének fiát, aki azért jött közénk, hogy most megismertessen bennünket, éppen fehérváriakat, egy olyan történelmi művel, amit eltüntettek, illetve egyszer megjelent nagyon kis példányszámban egy könyvnapon a 70-es években, de igazándiból nem akarták, hogy ez megjelenjen, azért is, majd el fogja mondani talán Attila, azért is küzdeni kellett, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, és a nyilvánosságra kerülése is egy kis hamisítással történt, mert hát hogy lett volna már a magyaroknak írott története, ezt azért nem írták bele az első könyv előszavába, tehát egy kicsit hamisítgattak rajta. Hát ez ottani üngőz. És ezt a művet innen Fehérvár, török elfoglalásakor mentette ki az a állítólag eredetileg székely eredeti, de törökké vált, hithű Mohamedánnál vált, Tedzsümin, ha jól tudom, Tedzsümin, nem tudom, hogy kell lejteni, és ő az padisaknak, tehát a nagy szultánnak ajánlott ezt a művet, hogy tudja meg, mit foglalt ő el, milyen ország szívébe hatolt be, mert hogy ebből a tárgyi üngrűzből bizony ez megtudható, hogy misoda földre érkezett. Úgyhogy én szeretve köszöntöm Attilát, aki egyébként csillagász, tudományos főmunkatárs, és mellesleg történész, zenész, énekes, és reméljük most nem költeni fog, hanem valósággal ismertet meg minket. Úgyhogy Attila, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Hát megpróbálok így sarokba szorítva valahogy kitörni, és valahogy elmondani azt, amit szeretnék, amiért jöttem. És ez pedig a magyarság eredete egy olyan őskrónika fényében, amit úgy gondolom mindannyiunknak ismernünk kell, és amit, ami ugyanakkor nincs benne, fájó módon nincs benne a köztudatban. Ez a mai előadásom, ez az Aranykincsek húztak a hargitára édesapám Grandpierre Caendre könyvének az ismertetője, illetve annak kapcsán mondom el a gondolataimat a Tári Hüngürüszről. Miért fontos a Tári Hüngürüsz? Azért fontos, mert ez a legrégibb krónikánk. Addig, ameddig Anonymus ugye a 13. század elején írhatta a krónikáját, a mai tudásunk szerint, addig ez a tárichi üngörűsz az Árpád előtti időben íródott. Igaz, hogy utána latin nyelvre fordítódott, és ennek nyomán azért, hogy megmenekülhessen,
a rovásírás, minden rovásírásos emlékünk pusztulása volt számba. És hogy meg túlélhesse ezeket az időket, amik nem voltak túlságosan kíméletesek a magyarság őstörténelmével szemben, hanem ugyanúgy, mint az indián írtást és a többit, Európa közepén, Európa legnagyobb műveltségű népének a legnagyobb műveltségét próbálták tökéletes mértékben az emberiség, hogy mondjam, kultúrkincsének, vagy a világörökségnek egyik legnagyobb kincsét próbálták tökéletesen elpusztítani. Nem sikerült, tehát ez egy Árpád kora előtt született, édesapám ebben a könyvében bebizonyítja, hogy Árpád kora előtt íródott, amikor latinba átültették, minden bizonnyal egy bizonyos mértékig idomították a korabeli felfogáshoz, és ennek nyomára lehet bukkanni, érzékelni lehet. És így latin nyelven is egy zárt osztályon töltötte az évszázadokat, hogy a magyarság annak ellenére, hogy latin nyelvre és egy kicsit idomítva került át, mégis nem kerülhetett be a korabeli köztudatba, hanem tiltott könyvként a székesfehérvári királyi könyvtárnak egy erre a célra fönntartott zárt részlegében titkos könyvként vészelte át a napokat, és annak köszönhető a megmenekülése, hogy idegenek elfoglalták Magyarországot, és az ő kezükbe került, így került külföldre, és ezért megmenekülhetett, és így Konstantinápolyból került vissza 1860-as években egy olyan Magyarországra, aminek szinte csak nevében volt magyar, és a lakosságában, mert az itteni hivatalos hatóságok pusztulásra ítélték, szintén folytatta az útját az árt osztályra, az árolt anyagok közé, ugye a kommunizmusban külön szakkifejezés született, az ésített anyagok, ugye amik a kommunizmusra vagy a magyarságra úgymond veszélyesek, tehát a magyar szó előfordul bennük, akkor az olyan, az már nagyon, az már elég volt ahhoz, hogy a tiltott könyvek közé kerüljön, és rendkívül kalandos módon több embernek a kockázatos, bátor viselkedésének tudható be, hogy ez a krónikáról beszélhetek a mai napon. Voltak olyan bátor magyarok, akik kockáztatták az egzisztenciájukat, a jövőjüket. Nem is egy, hanem sok ilyen magyar, és erről is szeretnék egy pár szót szólni. Tehát azt gondolom, hogy az a jelentősége ennek az ős krónikánknak, hogy a legősibb krónika, amit ma ismerünk, és mint ilyen a legnagyobb jelentőségű. És úgy, de nem csak azért, mert ősi, hanem azért, mert a magyarság eredetéről és őstörténelmének legkiemelkedőbb eseményeiről perdöntő bizonyítékok egész sorát mutatja be, mégpedig a korabeli regősök és a korabeli krónikák nyomán. Tehát Árpád előtt a magyarok krónikákban írták a saját történelmüket. Megdöbbentő egyébként, hogyha lesz még rá módom az előadás során, még ezről szeretnék egy pár szót mondani. Ahogy ebben a krónikában ismétlődik újra meg újra, az, hogy tulajdonképpen két szálon futnak ez a krónika, a tárgyi üngörűz, két forrásra támaszkodik, lényegében kétféle forrásra támaszkodik, amik teljesen párhuzamosan futnak, vagy majdnem teljesen párhuzamosan. Az egyik a regősök elmondása, a másik pedig a krónikások, amit megírtak a magyar történelmiben. Ez a két szál nagy részfedésben van egymással. Minden bizonnyal a regősök által szájhagyományban föntartott magyar hagyomány az, amit a krónikások is leírtak, és a regősöknek volt a tiszta, a feladata, hogy a magyarság történelmét elevenen őrizzék a magyarság köztudatában. Aminek az ellenkezője vált kötelezővé, az Árpád és főleg a Géza nagykirály utáni korszakban, még István előtt. Tehát ezek a perdöntő bizonyítékok az egész gondolkodásunkat forradalmasíthatják arról, hogy kik vagyunk, miért vagyunk itt a Földön, miért születtünk magyarnak, és mi a magyarként levő hivatásunk, magyar emberként mi a feladatunk a Földön. Olyan erőt ad ez a krónika az életünkhöz, olyan erőforrás, ami miatt egy veszélyes bombának, vagy atombombának tartják azok, akik elzárják a magyarság elől, mert ők föl tudják mérni, micsoda rendkívül erő, hatalmas erőt képes ez adni a magyarságnak. És most rajtunk a sor, hogy ne csak az ellenfeleink ismerjék fel ennek a rendkívüli erejét,
hanem az a nép, amelyiknek a javára született ez a krónika, és amelyiknek a sorsát előre hivatott mozdítani. Az az erő, ami ebben a krónikában, az ebben foglalt tényekben benne rejlik. Ezt kell nekünk úgy megértsük, hogy haza tudjuk vinni, és éltető erővé tudjuk tenni az életünkben, mert olyan erőt kapunk hozzá, ami gazdagabbá, teljesebbé, emberibbé és magyarabbá teszi az életünket. És kiutat mutat a mai zsákutcák tömegéből, amiben be akarnak bennünket börtönözni elevenen. Na most, olyan tényeket mutat be, hogy a vízözön idején már magyarok éltek Közép-Ázsiában, magyarok, akik magyarnak érezték magukat a vízözön idején Közép-Ázsiában. Érthetőd? Azért megismétlem, mert nagy jelentőségű tényekről van szó. És nem csak Közép-Ázsiában éltek magyarok, hanem a Kárpát-medencében és a vízözön idején. És ezek abban az időben, a vízözön után közvetlenül egymással szoros kapcsolatot tartottak több ezer kilométer távolságból. Tehát kitűnő közigazgatással és államszervező képességgel kellett rendelkezni. Nem akármilyen tények. A magyar Nimród hagyomány nem mese, mint ahogy állítják, hanem ebben az őskrónikában olyan mértékben bizonyított, hogy ezt tényként kell elfogadni, és miután ez független a Bibliától is, tehát nem a Bibliára támaszkodik a magyar Nimród hagyomány, nem egy onnan abból kohort, hanem egy magyar őshagyományból a regősök, a magyar krónikások feljegyzéseire támaszkodóan, a régi magyar történelemnek a tényeire támaszkodva áll bizonyíthatóan a magyar Nimród hagyomány. Tehát egy eredeti szkíta magyar ős mondáról van szó, ami tényeken alapul. Mi a jelentősége? Elképesztő jelentősége van, ha meggondoljuk, hogy több tízezer évet fog át a magyar csodaszarvas mondának az a három változata, ami ebben a krónikában megőrződött, és ami máshonnan még soha nem került elő, és aminek a kellő megértése, ahogy édesapám megvilágítja, és ez az egyetlen egy megvilágítása, ami mindmáig megjelent, a Tári Güngörűz értelmezése történelmi jelentőségének, az eredeti céljainak az értelmezése, ez megmutatja, az Aranykincsek hultak a Hargi Tára című könyv, azt, hogy ezek a csodaszarvas mondák több tízezer éven keresztül áthatják a magyar történelmet, és összefoglalják a magyar történelemnek azokat a mozgatórugói, amelyek arra irányultak, és ezt fejezik ki a csodaszarvas monda, hogy vissza az őshazába, a Kárpát-medencébe. Egy olyan népről van szó, amelyik az egész világ történelmen páratlanul hatalmas körzetet népesített be, az eurázsiai síkságot. Közép-Ázsia ennek csak egy része. A mai Perzsia, vagy mai Irán, az csak egy kis része ennek, egy töredéke, a tizede. Egy ennél legalább tízszer nagyobb, az ókori Görögország legnagyobb kiterjedésénél, legalább 30-szor akkora terjedelmi országról van szó, ami ráadásul nem pár száz évig, és nem pár ezer évig állt fönn, hanem sokkal nagyobb időtávlatban, rendkívül sok nép és ország népei nevezték el különféleképpen, hívták a görögök, mint a másképp hívták a kínaiak ezt a népet, mint ahogy a görögök, és ez az ókori Magyarország, az őskori Magyarország több mint 30-szor akkora volt, mint a korabeli ókori Görögország, amivel tele vannak a tankönyvek, hogy már az ókori görögök is tudták azt, amit az ókori görögök 600 évig nem tudtak Trója ostroma után írni. Megtanultak a szomszéd népektől, azoktól a úgynevezett barbár népektől, akikről a görögök felegyezték, hogy ezeknél az úgynevezett barbár népeknél a legnagyobb becsben a filozófia áll, mert úgy gondolták ezek az úgynevezett barbár népek, hogy a filozófia a leghasznosabb tudomány. Ilyen szörnyen barbárok voltak. És ezektől tanulták a görögök a filozófiát természetesen, és a tudományokat, sőt minden bizonnyal az írni tudást is. És az a nép, amelyiktől ezt tanulták, és amelyik sokkal műveltebb volt, fejlettebb, gazdaságilag fejlettebb, katonailag sok hihetetlenül erősebb,
és területileg 30-szor akkor a népességében a földkerességnek az 50-60%-át adta, ezt a népet kihagyják a történelemből, és egy nála szinte jelentéktelenül kisebbet, az ókori görögséget pedig beállítják a központba. Körülbelül ilyen jelentőségű, világra szóló jelentőségű tényekről van szó, és ez a több tízezer éveket átfogó csodaszarvas mondta azt fejezi ki, hogy akárhol is éltek a magyarok, a másodlagos hazájukban sok-sok éven, évszázadon, évezeden keresztül mégis megmaradt bennük az a magyar hazaszeretet, ami mindig újra és újra visszahozta őket az őshazába, és ezt az őshazának a magyar sorsból eredő isteni természeti rendeltetését fejezi ki a csodaszarvas mondat. Ennek a jelentősége, hogy úgy mondjam, kigyújtja az emberi értelmes fényt az életünkben, hogy látjuk azt, hogy olyan magyarok az elődeink, akik a magyar hazaszeretetet olyan izzóan tartották, hogy tőlük nem vitatható el a magyar mi voltuk. Vannak olyan őstörténelemmel foglalkozó, nem hivatalos történetírók, akik úgymond a magyarságnak a javát keresik, és ők közöttük is sokan vannak, akik vitatják az Árpád előtti magyarokat, hogy ők vajon magyarok voltak-e, vagy inkább ős magyarok, vagy magyarul beszéltek-e, vagy nem. Mert nyilván akkor inkább ős magyarok, mert hát ezt honnan tudhatjuk, hogy ők hogy beszéltek, tehát akkor elvitatják. Én azt mondom, hogy érdemes észrevenni, hogyha itt egy olyan népről van szó, ami több tízezer éven keresztül, mint például Árpád, vagy mondjuk, mint Hunor és Magor, akik messze földről, a mai Közép-Ázsia területéről is, ott hagyták azt a hazájukat, ahol több száz, több ezer éve éltek, és visszajöttek az ős hazájukba, és ő azért, mert a magyar hazaszeretet, az ős hazaszeretete legyőzött mindenféle olyan begyökeresedést, amit az elmúlt évszázadokban, évezredekben vele gyökereztek az új hazába, de ezt legyőzte az a magyar hazaszeretet, ami mindennél erősebb volt. És visszajöttek Árpádék is a Kárpát-medencébe, ahogy Hunor és Magor is visszajöttek a Kárpát-medencébe. Gondoljuk meg, hogy azok a magyarok, akik kimennek Amerikába a 19.-20. Században, már a második, harmadik nemzedék már alig beszél magyarul. Gyakran, sajnos, szörnyű. De most ha vessük ezt össze, hogy most akkor kik a magyarok? Azok, akik kimennek Amerikába és a második, harmadik nemzedékben már az utódaik nem beszélnek magyarul, vagy azok a magyarok, akik több száz, több ezer évig Közép-Ázsiában éltek, és magyarnak, megmaradtak magyarnak, ráadásul minden kötődésüket legyőzte a magyar hazához való kötődés. És bizonyították tettekkel, hogy visszajöttek a Kárpát-medencébe. És tőlük vitatják el a mai magyarok egy része az, hogy az ők magyarok voltak. Tehát a magyarság több tízezer éven keresztül magyarnak érezte magát, és ennek hihetetlen jelentősége van. Mert nem csak úgy érezték magukat magyarnak, ahogy mi azt ma elképzeljük, hanem valóban magyarra teljes mértékben izzó magyarság, magyar izzó érzéssel érezték magyarnak magukat. Olyan tényeket ismerhetünk meg ebből az őskronikából, hogy a vízözön után a Kárpát-medencei magyarságnak királya volt, hogy Hunor népének a magja rendkívüli teremtményekből áll. Rendkívül. Tehát csodaszerű dolog, szinte a nyelv alig alkalmas rá, hogy leírja. A Tári Hindurizben azt szerepel, rendkívüli teremtményekről van szó. Szerepel benne, hogy Árpád idejéig világszerte hősi énekeket énekeltek a magyarokról. Világszerte. Árpád idejében is. És a magyarokat tartották a világ legvitézebb népének. Benne van az is, hogy Árpád hadseregének a létszáma 300 ezer fő. Sokan vitatják, hogy hát 20 ezer fő lehet. Komolyabb alátámasztás nélkül. Valahol egy 20 ezeres számot találtak, attól kezdve Árpád hadserege nyilván akkor 20 ezer fős. Az, hogy Árpád népe mekkora volt, van, akik azt mondják, hogy az, hogy Árpád egész népe, aki a hadsereggel együtt jött,
hogy az 500 ezres lett volna, mert ilyen szám is előfordul, hogy hát az micsoda képtelen túlzás. Ilyenek szeretem. De az 500 ezer főnél még soha senki úgy tűnik nem mondott ennél nagyobb számot, az egész népre vonatkozóan, aki Árpádékkal visszajött Magyarországra. Itt pedig benne van feketén-fehéren, hogy Árpád hadseregnek, csak a hadseregnek a részszáma 300 ezer fő, és ezt legalább öttel meg lehet szorozni, hogyha az egész népességet akarjuk számolni. Benne van az, hogy Árpád Attila egyenes ágú leszármazottja. Csabán át. Benne van feketén-fehéren, hogy Árpád Attila családjából származik. Benne van az, hogy a székelyek valóban hunok, Csaba népe. És Erdélyben éltek már Attila idejében, és Attila idejében a székelyeket nem hunoknak nevezték, hanem szikuloknak. Attila idejében. Amikor Attila népét hunnak nevezték, a székelyeket szikuloknak nevezték, vagyis saját nevük volt. Székelynek hívták akkor is őket. Ugye? Tehát azt is lehet mondani, hogy a székelyek nem hun származásúak, hanem székely származásúak. Miért kell mindenkinek más származásúnak lenni, mint ami? Ugye? A székelyek tehát valóban már Attila időben szikulok voltak. És ez tényszerűen benne van. A Kárpát-medencébe beérkező hunok fővezérének a neve megőrződött, Kattár. És az, hogy ki volt ez a Kattár, a kidári, ez nem derül ki magából a krónikából, de én utána néztem, és kiderül, hogy valóban abban a kor, pont 371-ben föltűnt egy új hun fővezér, kidári, és róla azt a népet, amelyiket ő vezetett, kidarita hunoknak nevezték. Tehát ez a kidari, kádár, kattár, ez bizony beazonosítható történelmi valóság, ami hitelesíti a krónika az egyéb történelmi fejezéseket is fordítva. Ez a krónika a tárihi üngürüszről kielemezhető és kimutatható, hogy a többi magyar őskrónikával olyan részletekbe menő egyezéseket tanúsít, ami által hitelesíti a többi magyar őskrónikát, többi magyar krónikát, ami ugye későbbi, és az is kiderül, hogy ez a krónika gazdagabb és részletesebb. Sok olyan adat szerepel benne, ami a többi krónikában már nem őrződhetett meg. Tehát rendkívül jelentőségű ez a tárgyi üngülisz. Na most, Bámbéri Ármin hozta haza Magyarországra, Konstantinápolyban bukkant föl, hogy a törökre fordították, miután 1543-ban a törökök elfoglalták Székesfehérvárt, és itt a királyi könyvtárban a Terjuman Mahmud, a szultán tolmácsa bejutott, és ott észrevette azokat a könyveket, amikről ismertetőt írt annak a török szultánnak, aki kíváncsi volt a magyarság történelmére, mert testvérnépeknek tartja a török a magyar, a hunokon keresztül. Ugye, és az Attila név nem véletlenül gyakori a törököknél. És így megírta azt a krónikát 1543-ban, amit az ott abban a könyvtárban talált könyvekre támaszkodva, forrásokra támaszkodva írt, és ez aztán ugye ez törökre fordította át, és ez aztán Törökországban kallódott, ahol aztán 1860-ban Bámbéri Ármin kezébe jutott, ő aztán a Magyar Tudományos Akadémiának elhozta, de nem értékelte saját a Bámbéri Ármin sem, mert nem mélyedt el a krónikában, hanem ugye neki volt egy törökös eredet elképzelése, ezzel úgy érezte talán, hogy nem igazán volt a számára érdekes, nem támasztatta tisztán alá azt, amit ő gondolt, ugye, mert ez más jellegű, mert a magyarok ős honosságát derült fény, és úgy fogta föl Bámbéri Ármin, hogy ez egy regés ábrándos olvasmány. Kliót, a költészet múzsáját nem igen kímélte, valóban vannak benne versbetétek, de abban a korban ez egy olyan műfajban íródott a könyv, ami a szultán számára íródott, tehát a szultán számára megfelelő tálalásban kellett a történelmi tényeket megírnia. Tehát egy olyan körítéssel kellett állalnia, és a körítéssel foglalkozik Bámbéri Ármin, és azt marasztalja el, pedig ez szükséges volt, hogy ezt nem marasztalhatta volna el, hogyha tárgyilagos akart volna lenni, mert ez kötelező volt. Tehát viszont a tartalmat, a lényeget, azzal pedig nem is foglalkozott.
Bamberi Ármin. Na most akkor a többi Budenc József tett még közé ismertetőt a Magyar Akadémiai Értesítőben, amiben ezt a török nyelven írt tüzetesen magyar krónikát igen értékes, még magyar nyelvész előtt is igen becses irodalmi emléknek minősíti. Ez egy nagyon ügyes trükk. Nem minden, ezt úgy hívják ezt a trükköt, van egy olyasmi, amit úgy hívnak, hogy megvezetés. Tehát amikor valaki nem tudja pontosan miről van szó, és akkor miután éppen valaki tájékozódni akar, még mielőtt tájékozódhatna, már megtudja, hogy ez egy irodalmi emlék. Tehát akkor nyilván nem történelmi forrásról van szó, hanem valaki írt valamit, talán nyilván a képzeletére támaszkodva, vagy a költészet iránti hajlamára vonzódva, írogatott össze-vissza, és az ő személyes egyéni képzelgéseiről van szó. Ugye? Tehát irodalmi érték emléknek minősíti, ez egy csúsztatás. Megvezetés, csúsztatás, és az, hogy egy szakértő ezt a csúsztatást alkalmazza, azt jelenti, hogy ennek a szakértőnek az volt az egyik feladata, vagy az egyik célja, hogy megvezesse, hogy félrevezesse az olvasókat, hogy félrevezető csúsztatással másnak mutassa be a forrás, mint ami. Tehát egy professzionális fedő hadműveletről van szó. Megfigyelhetjük, hogy nem csak a Bach korszaknak ez az idegenből a nyakunkra ültetett a magyar történetére, a Magyar Akadémiát idegen szemléletűvé tevő, hogy mondjam, magyar szempontból egy gyilkos szemléletű valaki-e az, aki ezt alkalmazta, hanem ezt a fajta megvezetést követi azóta is a ma Magyarországon érvényesülő szemlélet és gyakorlat. Mint hogyha a Bach korszakban lennénk. Pontosan ugyanezt. Figyelj, irodalmi emlék. A Tali Hinduris végül megjelent. Ki adta ki? A magvető kiadó. Irodalmi kiadó. És az irodalmi, azóta is egy dolgot írnak, az alig írnak róla, ha mégis, akkor egy dolgot emelnek ki. Ez egy irodalmi emlék. Ebben a teljes az egyetértés, mintha lenne egy hátulról egy súgó erő, ami azt mondaná nekik, hogy figyeljetek, ezt írjátok, akkor kaptok pénzt. Hogyha ezt írjátok, akkor megvan a pénz, megvan az állás. Ha nem írjátok, nincs pénz, nincs állás. Na most mit ír? A török szerző előadta tényei, faktumai mind megegyezők a latin-magyar kútfők előadásával. Ugye? Legalább azokban feltaláltok. Hát az, hogy mind, ugye ez egy kis felületességet ad, egy utal, mert láthat azok a tények, amiket én kiemeltem, hát azok ugye rendszerint nincsenek a latin-magyar kútfőkbe megemlítve. Nem költött tehát új történeteket, mégis hiteles, nem költött tehát új történeteket, nem használt ismeretlen kútfőket, mármint keletieket, de magyar ismeretlen kútfőket biztosan használt, mert ez a legrégebbi kútfőket használt, amik azóta elvesztek. Még a magyar őstörténeti mesék, Nimrodról, mesék, ugye, ez is az újabb csúsztatás, nem kell neki indokolni, érvelni, mert a célja nem az, hogy valamit megértessen, hanem az, hogy elfedjen. Arra pedig elég egy címke. Mese. Kész, ki van jelentve. Az előbb még faktumról volt szó, most már azt, ami azt mondja, hogy mind megegyezik. De az latinul van. De az latinul van, igen. A mese az a Nimrodról, Szikambriáról, Frankó Párizs fiáról mind ott vannak a krónikáinkban. Lehet kérdezni közben? Igen, szóval esetleg lehet, igen. Egyet csak, hogy nem lehet, hogy Budenz meg akarta védeni ezt a művet, és ezért, hogy ne keltsen feltűnést, eldugta. Hát tudott volna magyarul, még hihetnénk is, de magyarul szerintem. Budensznek a tevékenységét még átfogom. Nem tudom ki az a Budensz, csak hogy esetleg valami jó időt hozzá. Budára kérdezik magyarul. Ja, akkor igen, ő neki nagyon, hogy mondjam. Ja, ő az, aki az akadémiában igen, a Hunfalvi mellett ő volt a másik ideültetett, külföldről ide küldött ügynök. Hogy így mondjam. És itt van Fejváron az emlékháza, és hát esetleg gyűjteni kéne rá, hogy felújítsák. Ja, és akkor azt mondja, hogy Budensznek az egyik jellemző kitétele. Nagyon föltetsző, vagy az, hogy török szerzőnk a magyar történetek némely pontjait egy szóval sem említi. Tehát vannak olyan részletek, amiket egyáltalán nem említ meg. Hát ez nagyon föltetsző, nem tudom, hogy miért kell ezt kiemelni, mert biztos, hogy egyetlen krónikának sem kötelesség, hogy összes olyan pontot fölemlítse, amit a többi krónika fölemlít, akkor se vége, sehol sem nem lenne. Minden krónikának arra kéne figyelnie, hogy a többi mit említ meg. Nem maradna idő arra, hogy elmondja mondani valamit.
és azt mondja, amelyekről legkevésbé sem tehetjük fel, hogy magyar krónikában akármilyen silány volt legyen is. Ilyen lehet egy magyar krónika, Buden szerint, csak is silány. Az természetes. Ha magyar, akkor silány, ugye Buden számára. Tehát most is így van, ugye ezért van az, hogy hát egy ilyen szemlélet az, ami ma is sajnos egy oldalú, és édesapának van egy mondása, hogy ha pártadónak akarunk lenni, akkor az igazságot még akkor is figyelembe kell venni, hogyha az a magyarságnak kedvez. Ez egy újdonság számba megy, mert valóban annyira vas következetességgel csak a hátrányos dolgok, és még sokszor hamisítanak is meg ezek a csúsztatások, beállítások, magyar krónikában akármilyen silány is legyen, mi lehet más. Tehát ez mutatja az ő szemléletét, és az a szemlélet magyar ellenes. És tényellenes, mert az, hogy valaki gyűlöli a magyarokat, legyen a magánügye. De az, hogy a munkájában, ahol társszerűséget követel meg a tudomány, hogy ott is ezt csinálja, ez bűntény a tudomány ellen. Ezután Budenz részletesen felsorolja azokat a tévedéseket, amiket szerinte ebben a munkában található. A legfőbb hiba, amit felró, az, hogy szerinte a fordító nem tudott jól latinul. Mert... De ha irodalmi mű, akkor hogy lenne tévedés? Hát úgy, igen. Ha irodalmi, igen. Igen, na most lényeg az, hogy itt van egy fordítás, tehát egy latinból átfordította törökre, és hogy nem mindenütt úgy fordította, ahogy a magát nagy szaktudós fényébe föltüntetni akaró Budenz mutatja, és emiatt sok helyen nem értette, vagy félreértette a latin krónika szövegét. Ez állítólag rendőr hibáját, akkor a történelmi tényeknek azoknak helytállóknak kell lenniük, hogyha csak a fordítási hibák azok, amik egy-két helyen nem pontosan fordította, vagy nem ugyanúgy értelmezte a latin nyelvet. A század végére azonban, a 19. század végére zároltatták, tehát teljesen légmentesen elzárták, se szó, se beszél, se semmi hír, se senki kezébe nem kerültett. Zárolttá vált az a Magyar Tudományos Akadémián a magyar őskrónika. Ami egy irodalmi ami egy, úgymond egy irodalmi mű, zárolt mese, tiltott, egyrészt mese, másrészt rendkívül veszélyes mese, ugye, nyilván a zárolt mese osztálya. Nem 18-as karikás, hanem egy fektetett 8-as karikás, egy végtelen korhatárt, senki nem volt. Ezt leírjuk, mondtad az édesapád mondatát, ezt is leírjuk, hogy zárolt mese osztály. Na most akkor hát különleges hányattatott sorsa van ennek a tárihi üngürisznek. Miután ugye 500 évet vagy 600 évet eltöltött a zárolt osztályon, a keresztényi Magyarországon, a tiltott osztályon, ugye utána idegen segítséggel kiszabadult, Magyarországról is kiszabadult, ott eltöltött egy pár száz évet idegen honban, majd hazakerült, rögtön lecsukták, elzárták, börtönbe került. És amikor eltelt utána, ugye 100 év utána egy hazai György nevű turkológus felvállalta, hogy feldolgozza ezt a művet, mégpedig török nyelvtudományi szempontból. Hát mi másból, ugye? Világos, hogy a történelmi értéke az neki nem érték. Egy történelmi krónika, ugye az a történelmi jellegénél fogva érték, de őt az nem ért, eleve nem érdekelte, hanem nyelvtudományi szempontból dolgozza fel a művet. De ezután tudomást szerzett róla Zakar barátja, dr. Sárkány Kálmán, aki filmmásolatot készítetett a keleti gyűjteményben levő kéziratról. Ezt eljutatták, kerestek hozzáfordítót. Magyarországon nem találtak hozzáfordítót. De szerencsére vannak külföldön olyanok, akik alkalmasak rá. Prágában a turkológiai tanszék vezetője, Blaskovics József professzor, tanszékvezető, elvállalta, hogy lefordítja, és ő nem játszott a fejével, mert ő külföldön volt, tehát megtehette, hogy lefordítja. Hogyha Magyarországon lett volna turkológiai tanszékvezető, viszont minden bizony nem tette volna, meg ezt az országot magyarnak nevezik. És akkor ugye őt valószínűleg rögtön eltávolították volna az állásából, akkor is, hogyha tanszékvezető, és hogyha nemzetközi tekintélyű professzor, akkor is. Tehát így elkészíthette a fordítást, és ezt a fordítást eljutatta 10 példányban Magyarországra. Mégpedig ilyen átütő papíron. Nekem megvan az egyik példány. És eljutatta például László Gyulához, édesapámhoz, és még 8
olyan jelentős magyar történészhez, akitől a műnek a elősegítését, a mű megjelentését kérte, hogy segítsék elő. Senki sem vállalta, csak édesapám egyedül, hogy ennek a műnek a megjelentését segíteni fogja, és a édesapám ennek alapján, hogy a kezében volt a magyar fordítás, ennek alapján írt egy ismertetőt, és 1979-ben, miután édesapám addigra már a kortárs főszerkesztővel jó kapcsolatot alakított, több olyan írás jelent meg, történelmi tárgyú tanulmány jelent meg édesapámnak a kortársban, ami rendkívül jó visszhangot váltott ki, és megnyerte a főszerkesztő elismerését, elnyerte, magas szintű elismerését, egyet a főszerkesztő, és ráadásul a főszerkesztő fölismerte azt, hogy ez egy jelentős tanulmány. Elvállalta a főszerkesztő, megjelenteti ezt a művet, ami a tárgyi művészről szól, és az első magyar nyelvű ismertető, egyelőre még az utolsó is. És az alapos történelmi szempontból vett ismertetők közül. És megegyezte édesapámnak, hogy tudom, hogy ezzel saját magam vertem be egy nagy szöget a koporsomba, hogy ő Magyarországon megjelentett egy szerzőtől, mint főszerkesztő, megjelentett egy szerkesztőtől, egy szerzőtől, egy magyar tárgyú történelmi művet, egy magyar őskrónikáról, ami, hogyha mondjuk tegyük fel egy ilyesmi előkelő román területen, hát majdnem biztos, hogy pont az ellenkező történt volna meg, hogy mindenkit a legmagasabb kitüntetésbe részesítettek volna, és kötelezővé tettek volna az akadémián, és az egyetemeken, és az általános iskolákban, hogy a román nép, hogy mekkora hatalmas, és hogy, de ugyanígy a szlovákok, vagy a szerbek, vagy szinte bármelyik ez népnél. Ez, igen, mert ez egy olyan dolog. Na most itt nálunk azonban fordítva, ettől a úgynevezett mesétől életveszélyesen kellett tartani, és aki mégis mellette állt, tudta, hogy az életét, állását kockáztatja. Na de megjelent, és óriási port vert föl, úgyhogy aluljárókban tízszeres árakat kínáltak érte, mert az egész országszerte keresték, és aztán, miután országszerte hatalmas feltűnést keltett, a Magyar Nemzetben is megjelent egy rövid ismertető róla, és így aztán már visszavonhatatlanná vált, hogy az ország köztudata, ugye a tudomány szerzett erről, kikerült a Tudományos Akadémia ellenőrzése és, hogy mondjam, kisajátító, elzáró szándéka megsérült, amit mind a mai napig sérelmeznek, ugye egyes akadémikusok, és ezért megfenyegették a külföldön élő tanszékvezető professzort, és azt is, azt a sárkányt, aki ugye segített ezt kijuttatni az akadémiai könyvtárából, és írásban és egyéb módon próbáltak nyomást gyakorolni rájuk, és a filmmásolatot visszaszerezni, hogy ne tudják hogy a könyv ne jelenhessen meg. De I. és Gyula az Írószövetség többségével a Krónika mellé állt, erre aztán Ligeti Lajos akadémia alelnök fogadta Göncöl Gyulát és édesapámat, Blankértá Endrét. És azt egy alkut kínált édesapámnak és Göncöl Gyulának, mégpedig azt, hogy álljanak el a Magyar Krónika kiadásától. Cserébe biztosítják azt, hogy az előmenetelük minden könyvüket ki fogják adni, és rendkívül sikeresek lesznek és gazdagok. Csak a Magyar Krónikát ne ettől az ettől álljanak el. Erre édesapám azt mondta, hogy ide nem alkudni jöttünk, és a Magyar Őskrónika az a magyarság kincse. És ez nem alkutárgya. Amire aztán Ligeti Lajos, az a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke vörös fejjel ordítozni kezdett, életveszélyesen fenyegetve ugye őket, ne merjék ezt megtenni, mármint hogy a Magyar Őskrónika kiadatásáért küzdeni, mert véresre zúzott homlokkal fognak hátrálni. A Kódex kiadásának támogatását pedig ezekkel a szavakkal utasította vissza, amik nem szalonképesek, ne próbáljanak engem ezt pont vödörbe dugni. Ami arra utal, hogy az akadémia alelnöke igazából nem egy teljhatalmú vezetője a magyar tudományos életnek, hanem egy báb, a háttérben ott rejlő hatalmasságoknak a puszta bábja. Akik megmondják, hogy mi az ez pont vödör, az, hogyha valaki a magyarságért tesz valamit, akkor az el van ásva.
Csak akkor. Most ugyanúgy van, ugyanaz. De Széchenyi alapította. És ezt az intézményt Széchenyi alapította a magyarság sorsának előreviteléért. És akkor is ilyen volt már, vagy utána valamikor el... 1848-49-ben a magyar szabadságharc kitört, 49-ben leverték a szabadságharcot, és attól kezdve Budencet és Hunsdorfi, Hunfalvit ide telepítették, és attól kezdve, akik meg nem is tudtak magyarul, és ide telepítették, és ők lettek a legnagyobb magyar tudósok, a legelismertebbek, és az ő parancsoltak az akadémiának, az ő akaratuk érvényesült, és attól kezdve a finnugor vonal ugye egyértelművé, és kizárólagossá vált. Ugyanaz a sztori, de Cuktor fogarási szótárnak is, ugye? Így van. 1862-ben jelent meg az Cuktor fogarási szótár. Úgyhogy az is 48-49 után. Tehát a második rész ennek a tanulmánynak, ami megjelent a kortársban, ezt aztán acélértás letiltatta, de a keskeméti forrás folyóirat főszerkesztője, 61 Dániel mégis megjelentette. Ezért társadalmi párt ellenőrzés alá helyezkedés 61 Dániel és a forrás folyóiratot. Utána Pozsgai Imre művédésügyi miniszternek írt édesapám sok több levele. És meg is ígérte.